taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been chasing, all here for the taking. Don't wanna test your luck with me, I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. We're not as tough as Na, sziasztok! Úgy gondoltam, hogy ilyet még soha nem csináltam, úgyhogy most először vlogolni fogom ezt a következő 10-11 napot. Ugye utazom haza Magyarországra jelenleg is, mostantól számítva, ha minden jól megy, akkor 10 és fél óra múlva fogok Debrecenben landolni. Az út első fél óráját tettem meg. Egy érdekesség Magyarországhoz képest, hogy például aki levezeti a Debrecen-Budapest távot, azért pont a Debrecen-Budapest távot, mert az egyezik azzal, amit itt vezetnem kell Bormusz és a Luton parkoló között. Otthon gyakorlatilag majdhogy nem 5 kilométerenként vannak benzinkutak, egy kulturált mosdóval, étkezési lehetőséggel. Ehhez képest Angliában, amelyik ország szerintem minden szempontból fényévekkel jár Magyarország előtt, de ebben nem, ugyanis ezen a teljes 250 vagy 260 kilométeren körülbelül 4 lehetőséged van arra, hogy megállj és elmenj mosdóba, ami teljes elmebaj szerintem, úgyhogy míg otthon a Debrecen-Budapest távot bármikor nagyon-nagyon szívesen levezetem, addig itt a Bormusz és a Luton táv az nekem egy mocskos rémálom, ami már egy héttel az utazás előtt az agyamra megy. De se baj, úgyhogy ahogy mondtam, úton vagyok haza. Az első fél óra probléma nélkül letudva. És szerintem maradjatok velem, mert lesz itt minden személyedzésektől, utazáson át, szemináriumon keresztül. Nagyon sűrű 10 nap vár rám. Na, folytassuk az utat. Na, sikerült a kis közel három órás utazás. Felértem a Luton reptérre. Úgyhogy én ilyenkor itt szoktam maradni a parkolóban, az autóban. Ez a legközelebbi parkoló egyébként a főépülethez. Tehát mindössze oda kell átsétálnom. Ez kb. 2-3 perc. Ilyenkor itt szoktam maradni az autóba. Rákészülök egy kicsit erre az egész repülésre. Beszoktam dobni ilyenkor egy pár fehérje sütit. Általában egy Nature Kenes CBD sütit, de az most nincs nálam, elfogyott, úgyhogy most egy ilyen fehérje sütit bedobok. És csillezek egy kicsit az autóba, mielőtt bemegyek a reptérre. Ez egyébként az én reptérre járkáló autóm. Ez egy kis 3-as kombi BMW. 6 éve megvan, és igazából, mivel az utolsó egy órája az útnak elég elmebeteg London körüli forgalom szokott lenni, én azt egy nagy, nehéz terepjáróval nem szeretem levezetni. Ez a kis autó sokkal jobban fekszik az úton, sokkal jobban manőverezhető, sokkal jobban szeretem az autópályán, főleg a forgalmas autópályán használni. Úgyhogy ilyenkor ezzel az autóval szoktam jönni, ez egy manuális kis BMW, ezért tartottam meg. Az elmúlt 2 évben kb. 5-ször voltam Magyarországon, minden alkalommal ezzel szoktam ilyenkor közlekedni. Egyébként érdekes, a legutóbbi 3 utam az úgy alakult, hogy 3-mal ezelőtti hazautamon egy nagyon súlyos E. coli gyulladásom volt, E. coli gyulladás, egy ételmérgezésem,
a következő úton az autó klímától egy rettenetesen súlyos tűzős mandulagyulladásom volt, és a legutóbbi úton pedig, amikor otthon voltam, egy nappal az ide visszaérkezésem előtt égett le a parkolóház, benne sok ezer autóval, és most azt a parkolóházat újítják fel, úgyhogy ezért néz ki a repülőtér területe úgy, mint valami háborús övezet. Szerencsére az a parkoló, ahol legutóbb az autómat hagytam, az pont nem volt érintett a tűz miatt, de alig pár méterre lévő parkolóház az földig leégett. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ezen az úton milyen átok ül majd, és milyen világkatasztrófa fog történni a következő 10 napban. Na, szóval ahogy mondtam, csillezek egy kicsit az autóban, pont egy órát, és utána pedig megyünk be a reptérre. Na, itt is vagyok a reptéren. Egy szokásom már vált, hogy itt közvetlen a bőrön leadás és a bejárat mellett van egy Burger King. Ide be szoktam jönni, én itt enni szoktam általában egy hamburgert, most ez kivételesen egy ilyen csirkés szendvics lett. Ugyanis az utazás alatt nagyon könnyű dehidratálódni, és bár itt kb. 1 millió kaja opció lenne arra, hogy ne hamburgert egyek, de nekem semmi bajom nincsen ezzel. Én az utazás napján alapból nagyon keveset szoktam enni. Este 7 óra van, és egyet ettem eddig ma. Nagyon figyelek, hogy ilyenkor rendkívül sósan egyek, nagyon könnyű dehidratálódni, és rengeteg elektrolitot veszíteni az utazás alatt. Most az ide út, az ugye 3 óra az autópályán, tehát nem szoktam általában erőltetni az ivást, amíg ide nem érek. Tehát ma eddig körülbelül 1 litert ittam, és egyetlen egy étkezésem volt, plusz egy turmix. Valahol olyan 80 g fehérjénél járok, és talán 600 kalóriánál. Ezzel a szendvicssel plusz 1000 kalóriát, és körülbelül legyünk jó indulatúak, és 20 g fehérjét beviszek, tehát a 100 g fehérje már megvan. Olyan 1600 kalóriánál fogok járni 3 perc múlva, és a nap hátralévő részében, ami hajnal 3-kor fog véget érni, mert hajnal 3-kor fogok landolni Debrecenben, addig pedig megpróbálok rehidratálódni, mert már kezdem érezni, hogy kicsit ki vagyok száradva, így érzem, hogy egy kicsit szédülök. Úgyhogy ilyenkor elkezdem nyomni a sós kajákat, és a landolásig pedig igyekszem meginni még plusz legalább 2,5-3 litert, mert innen már mosdó közelben vagyok, úgyhogy nem számít. Hát az az egy órával ezelőtt elfogyasztott csirke szendvics a Burger King-be, az nem sok vizet zavart, úgyhogy átjöttem ide a reptér másik végéhez, már a kapuknál várok, és itt találtam ilyen egészségesebbnek mondható megoldást. Ez egy ilyen rusztikus zsömlében füstölt lazac, majd egy kis tonhal szendvics, és ehhez egy ilyen vitamin bomba nevű kis gyümölcslé, ezt betolom, mert attól tartok, hogy hajnal 3-kor már nem feltétlen lesz kedvem nekem normális kaját enni. Max iszok egy pár turmixot, egyébként a bőröndöm táplálékkiegészítőkkel van tele főleg, a ruhával. Úgyhogy még mielőtt felszállunk, egy óra múlva, én még ezt a két szennyát azért biztosan, hogy biztos betolom. Na, hajnal 2 van, sikeresen megérkeztem a kis debreceni főhadiszállásomra. Hú, de rohadt kényelmetlen volt ez a tetves repülő. Az autót felvettem, azt majd holnap megmutatom nektek, de most megmutatom, hogy mivel fogom befejezni a napot. Nyilván ez a nap, ez nem a táplálkozásról szólt, ez nem a testépítésről szólt. A napot be fogom fejezni egy tőkehalmájjal, hozzá egy kis, nem is tudom mi ez, bagett, betolok hozzá még pluszba egy fehérjecsokit, és inni fogok még egy dupla turmixot, de azt még ki sem vettem a bőrönből. Szóval végülis a nap végére szerintem egy 150-160 g fehérje összejött. Kalóriát azt nem tudom, szerintem talán 2000-2500 körül. Ez a nap nem erről szól. Holnap felkelek,
és megy majd a testépítés. A mai nap az utazásról szólt, ez van. Hát, sziasztok! Hát az a helyzet, hogy talán ha 3 órát sikerült aludnom, reggel 5-6 volt, mire aludtam, és ugye új helyen és nappali fényben nem nagyon tudok aludni. Úgyhogy ez az első nap inkább ilyen nulladik nap lesz, és ez most csak a túlélésről fog szólni. De mint jó gyúrós, természetesen a legelső dolog, amit csinálok, az először is ismerkedem egy kicsit a bérelt autóval, de utána a legelső dolog, hogy megyek a boltba bevásárolni. A dolog különlegessége, hogy mivel én az elmúlt 10-10 pár évben alig pár hetet töltöttem Magyarországon, és mivel mindig figyelek a kajámra, ezért teljesen alap dolog volt számomra az, hogy amikor itthon vagyok, akkor nem figyelek a kajámra. Ellenben jelenleg 4. hete diétában vagyok, 4. hete konstans edzésben vagyok, és most oda fogok figyelni az étkezésre végig. Nyilván nem diétázok, nem deficit a cél akkor, amikor épp itthon vagyok erre a pár napra. A deficitre ott van az év többi része, de most mindenképpen sokkal jobban oda fogok figyelni, mint máskor. A mai nap az a nulladik nap, ahogy mondtam. Ilyenkor én ugye a másik oldalas vezetés miatt, meg mert nekem egy hatalmas nagy terepjárón van, meg egy relatíve gyors BMW-m, ezért ahhoz képest a bérelt autó az teljesen más szokott lenni. Ez egy nagyon picike kis Peugeot GT Black Line valami kis autó. Szerintem csinálok vele majd egy, vagy csinálok erről az autóról egy videót, mert nagyon szeretek autókról videót csinálni, annak ellenére, hogy tudom, hogy a kutyát nem érdekli, főleg nem egy gyúrós csatornán, de szerintem tök érdekes összehasonlítani ezeket a zsírúj, modern kis játékautókat az igazi autókkal, amiket 15 éve gyártottak. De előbb ismerkednem kell az autóval, meg kell szoknom a másik oldalas vezetést, és a mai nap a bevásárlásé, majd utána a családé, és a munka az holnap indul. Na, sziasztok! Jó gyúrós módra bevásároltam a Tesco-t, letudtam, az autóval egy kicsit megismerkedtem, közben egyébként infarktust kaptam, hogy nem kapható mikrós tasakos rizsa Tesco-ba, tehát én rizsat nem fogok főzőcskézni, úgyhogy erre majd valami megoldást kell találnom. De amit bevásároltam, ugye az gyakorlatilag csirkehúsok, vettem egy pár ilyen kebab és rizset, előre készített kebabhúsok, csirkemellek, némi előre fűszerezett disznóhús, tojás, és a szokásos fehérje szeletek, gyakorlatilag ennyi. Nyaraláskor, utazáson mindig a bevásárlásnak az alapja a fehérje, mindig előbb megfelelő mennyiségű húst kell venni. Most ha jól számolom, én vettem 2, 2,5, 3, kb. 4 kg húst, úgyhogy probléma már nem lehet. Van benne mikrós hús, van benne, amit sütögetni kell, van benne előre fűszerezett, úgyhogy túl nagy meglepetés már nem érhet. Reggelin pedig egy gyors, rögtönzött kis csirkecomb, ez ilyen előre mikrózós gyrosz hús, egy evőkanál francia saláta, egy picike kis kenyér és némi 3 tojásból készült lecsó, egy kis magnézium, a szokásos, tudjátok, hell, de nem is ez a lényeg, hanem ez. Számomra ez az előre, tehát az előre elkészített ilyen lecsó alap, hát ez életmentő. Körülbelül 1 éve nem eszem igazából már tojást, semmi különösebb oka nincsen, csak annyi, hogy nem szeretem különösebben, de így, ilyen formában, lecsónak elkészítve, egy kis csirkecombbal, baromi jó reggel lesz. Úgyhogy én ezt most bevágom, aztán pedig a mai nap az a családé. Sziasztok! Hogy legyen egy kis retro is, ez itt egy Bodysport kupa második hely Sára Gyuri mögött, ez egy Erős ember kupa második hely Debrecenből, és van még egy második helyem Tóth József örökös magyar bajnok mögött, és
egy második helyem a szuperbari tavaszi kupán, ami azóta nem létezik, de azokról csak érmeim vannak, és fogalmam sincs, hogy hol vannak, és a retro lényege a dolognak az a számon lévő barnító, amit akkor úgy hívtak, hogy Dream 10, és ilyen festék hengerrel kenegettük még akkor egymást, akkor még ez a proten meg a lefújás dolog az nem működött. És egyébként ott figyel maga a motiváció is. Béla. Na, sziasztok! Jó reggelt mindenkinek! Én most ébredtem fel körülbelül 5 perce. Már készül a tojásos lecsó. 12 tojásból, ezt két részletre szét fogom tenni, és akkor megvan vele a holnapi reggelim is. Ezt most bevágom, utána pedig azonnal megyek a Tesco-ba airfryert vásárolni, ugyanis airfryer nélkül nem élet az élet. Testépítőknek teljesen alap dolog az airfryer, legalábbis szerintem. Na, sziasztok! Ahogy ígértem, itt vagyok a bérelt autóban, és már tudom, hogy a kutyát nem érdekel a véleményem erről az autóról. Én nagyon szeretem az autós műsorokat, amikben autókat véleményeznek, vagy autókat árulnak. Nagyon szeretem az autókereskedő témájú... Nagyon szeretem az autókereskedő témájú műsorokat. Igazából ez az egyetlen dolog van a világon a testépítésen kívül, ami érdekel. És arra gondoltam, hogy most nézzük meg ezt az autót, de nyilván nem gondoltátok volna, de párhuzamot fogok vonni a testépítés és e között az autó között, és a végére világos lesz az én véleményem a modern kori testépítésről, és annak egy pár számomra furcsa jelenségéről. Először is nézzük meg az autót belülről, ha már úgyis benne ülök. Ez egy Peugeot 2008-as, tehát egy Peugeot 2008-as GT Blackline verzió, ami azt jelenti, hogy az autó rendkívül sportosnak szeretne kinézni, rendkívül agresszív kinézete szeretne lenni, persze nincs. De nézzük meg, hogy belülről mi a helyzet. Szóval az autó kifejezetten tágas, én ugye 185-186 centi vagyok, azért van hely fölöttem. Igazából ami a kinézetet illeti, azt kell, hogy mondjam, hogy az autó beltere, az megérdemel minimum egy 8 pontot. A kormány úgy néz ki, mint egy Lamborghini kormány, ugye flat top, flat bottom kormányról beszélünk. Vannak rajta ugye a versenyautókra jellemző kormányváltó, aminek külön egyébként előnye, hogy nem fordul együtt a kormánnyal, tehát mindig ugyanott van. Igazából a versenyautókra jellemző fémgombok is megvannak. A váltót rendkívül egyszerű kezelni. Két pohártartó van, ami egy óriási előny, egy nagyon jó pont. Igazából a láthatóság, a körbe láthatóság rendkívül jó. Az autóban egy nagy érintőképernyő van, aminek kristálytiszta a képe, és ugye mutat 360 fokba körbe az autón. A multimédia rendszer, ugye az érintőképernyő viszonylag egyszerű. Az ülések jól néznek ki, félbőr ilyen rekáró ülésekre hajazó dizájn van. Minden fekete az autóban, minden sötétített, ilyen szénszálas carbon fiber megjelenése van feketével, és még egy nagyon jó pont számomra az új Peugeot jel, ez az oroszlán fej, ez borzalmasan tetszik. Nézzük meg, mi a helyzet kívül az autóval. Azt kell, hogy mondjam, hogy az autó kívülről is rendkívül jól néz ki, mondjuk nem így, hogy tiszta kosz, de még 3 nap alatt nem volt időm lemosni. Két relatíve nagy méretű kipufogó van rajta, sötétített feliratok, a Porsche-kra jellemző pici kis osztott hátsó lámpák. Igazából, most lehet, hogy egy butaságot fogok mondani, de hogyha ezt az autót 3-szoros méretre felnagyítanánk, mondjuk semmiképp nem egy pici autóról van szó, akkor majdhogy nem úgy néz neki, mint egy Lamborghini Urus terepjáró, de a legnagyobb erénye az autónak szerintem az orra, ugyanis azt kell, hogy mondjam, hogy az autó tervezői azok egy erős 9-est megérdemelnek tőlem, mármint ami a dizájnt illeti, ugyanis az autónak az orra és a rácsa, az bizony szerintem borzalmasan jól néz ki. Szóval
Ez alapján azt is gondolhatnátok, hogy jó véleménnyel vagyok az autóról, de ez nem így van. Mint ahogy bizonyos testépítőkről, vagy a testépítés bizonyos jelenségeiről sem vagyok annyira jó véleménnyel. Tehát mondhatjuk úgy, hogy az autó rendkívül jól néz ki, a tervezők láthatóan az ég egyet a világon semmi mással nem foglalkoztak, csak azzal, hogy az autó jól nézzen ki. Mint bizonyos testépítők is csak ezzel foglalkoznak. De hogyha eltöltünk az autóval egy 3-4 napot, akkor rájöhetünk, hogy az agresszív külső, a szinte már sportos megjelenés, és a kifejezetten sportos beltér ellenére itt bizony valós teljesítmény az nincsen. Ugyanis a rendkívül agresszív sportos beltér mellé és az egyébként vitathatatlanul rendkívül sportos megjelenés mellé nézzük meg, hogy valójában van-e teljesítmény, vagy funkció, ha úgy tetszik. Szemfülesebbek szerintem már láthatják, hogy merre haladok a mondandómban. Nézzük, mit tud az autó, ami a funkcionalitást illeti. Hát a csomagtartó az egy darab airfryert bír el, meg két szatyrot, de semmi több nem fér bele. Na most ezt az autót egy városi crossoverként hirdetik, ami azt jelenti, hogy mini terepjáró. Ennek ellenére a csomagtere az szerintem kisebb, mint egy Toyota Yarisnak. De biztos akkor belül sokkal jobb a helyzet. Na most lehet, hogy az autónak a kormánya úgy néz ki, mint egy Lamborghini kormány. Ezt nem lehet elvitatni, hogy szerintem az autó ékessége a kormány, ami csodálatos lett. Csak annyi a probléma, hogy a kormányt nem lehet állítani. Az már alapvérlázító egy ilyen 20 millió forintos autónál, hogy a kormányt minimum elektromosan lehessen állítani, de nem. A kormányt manuálisan kell állítani, ellenben se le, se fel nem tud állítani, csak maximum 2 centit. Tehát ahogy láthatjátok, amit én látok, hogy bárhova is rakom a kormányt, az egyetlen dolog, amit semmilyen körülmények között nem fogok látni, az a kijelző. Ami egyébként gyönyörű háromdimenziós képekben mutat minden információt, amire szüksége van a vezetőnek, bár nem tudom minek, mert a vezető nem fogja ezt látni, bárhova is rakod a kormányt, nem fogod látni a kijelzőt. Az érintőképernyő, aminek gyönyörű a képe és rendkívül éles, és egyébként kifejezetten egyszerűen kezelhető, csak a probléma az, hogy továbbra is érintőképernyő, ezért ha megnézitek, nem tudom mennyire látszik a felvételen, de mindössze 2 napi használat után szó szerint összehánynám magam, ha ránézek, mert tele van új lenyomatokkal, de természetesen gombokat nem adtak hozzá. Tehát ismét, a dizájn az nagyon jó, csak abszolút használhatatlan a gyakorlatban a dolog. Csodálatosan néz ki a középkonzol is, tényleg nagyon szép, azt elismerem, csak hogy egy olcsó, kopogós, gagyi lakkozott műanyagról beszélünk, amihez abban a pillanatban, hogy hozzáérsz bárhol, láthatóan undorító módon tele lesz az új lenyomataiddal, ellenben ha letörlöd, akkor pont 10 másodperc után visszaszáll rá a por, mert feltöltöd elektromosan, statikusan, és undorító poros lesz az autó, ami mindössze egy napi használat után egy ilyen gusztustalan, poros, mázgás, új lenyomatos külsőt ad, amitől kifejezetten hányingerem van. A könyöklő az jó helyen van, csak semmi a világon nem fér bele, szóval nem tudom minek van. Ugyan az autókban van, az ajtókban van egy tárolórekesz, de annyira keskeny, hogy a világon semmi sem fér bele. Szóval vannak itt azért problémák. Az autó eszméletlenül agresszív ezekkel a kis kormányváltó gombokkal, csak az én kérdésem az, hogy minek kormányváltó gomb egy 100 lóerős autóba, mert erre még nem jöttem rá. Az ülések is gyönyörűek, ahogy mondtam, ilyen rekáró sportülésekre hajaznak, csak valami hihetetlen módon kényelmetlen az autó. Egyébként nem elektromosan állítható az ülés, ami egy teljes elmebaj, de mindössze 2 pozícióba állítható az ülés, tehát tudsz vele dőlni hátra, meg tudsz előre hátra csúszni, tehát gyakorlatilag 3 nap alatt még nem jöttem rá, hogy ne szakadjon le benne a hátam, nevetségesen kényelmes, vagy kényelmetlen, fejtámlák gyönyörűen néznek ki, csak nem lehet őket billenteni, tehát az ég egyet a világon nem támaszt semmit, de legalább szép, de a legnagyobb probléma az továbbra is a kormánynak és annak a helyzete,
mert ha a legmagasabb pozícióban van állítva, mint most, akkor az ég egyet a világon semmit nem látok a kijelzőből, de ha egy picit is lejjebb rakom, akkor meg a lábam nem fér el. A másik probléma, ahogy mondtam, én 185-186 centi vagyok, hogy majdhogy nem derékszögbe vannak behajlítva a lábaim, amitől egyébként lassan leszakad a térdem a fájdalomtól 5 perc vezetés után, de nem tudok hátrébb menni az üléssel, mert akkor nem érem el a kormányt, amit amúgy nem lehet eléggé kihúzni. Ha elérem a kormányt, egyébként maximálisan ki van húzva a kormány, ha elérem a kormányt, akkor pedig folyamatosan be van hajlítva a lábam, hát ezzel is vannak azért problémák. Gyönyörűen ki vannak mélyítve az ajtók, ezzel is ugye tágasabbá teszik az autónak a műszerfal részét, ami nagyon jó dizájn, csak sajnos ez már nem folytatódott az ajtónak erre a részére, és így a karom semmilyen formában, semmilyen pozícióban sem fér el, úgyhogy végig így kell vezetnem. De a leges-leges legnagyobb probléma, hogy az autó szervó kormánya annyira könnyű és súlytalan, hogy gyakorlatilag, ha nem érezném a tenyeremmel a kormánynak a tapintását, ami egyébként egy nagyon jó, de olcsó műbőr, akkor egyáltalán észre sem venném azt, hogy tekerem a kormányt. Én nem tudom, hogy ezt kinek találták ki, hogy ez hol előny, vagy hogy ez miért jó, de szó szerint nulla, azaz nulla ellenállása van a kormánynak. Most én értem, hogy átülve két olyan autóból, ami relatíven nehéz kormánnyal rendelkezik, nekem van egy 3-as BMW-m, ami egyébként még a BMW-k között is híres arról, hogy mennyire nehéz a szervó kormánya, de hiszen ezáltal adja át az autó a minőségi vezetési élményt, és van egy hatalmas Mercedes terepjárom, amiben nagyon könnyű a kormány, hiszen egy nehéz autóról van szó, de még az is tonnáknak érződik ehhez képest. Kifejezetten veszélyesnek gondolom ezt a vezetésnél, mert például elindulásnál, hogyha kifejezetten el van tekerve a kormány, azt azért nem árt, hogyha érzed, hogy mennyire tekered el a kormány, de ebben az autóban ezt felejtsd el, fogalmad sem lesz, hogy állnak éppen a kerekek. És nevetségesen könnyű, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan mész az autóval. Hát számomra ez teljes elmebaj. Ezek a színszálas borítások is nagyon jól néznek ki, egészen addig még rá nem jössz, hogy ez egy nevetségesen olcsó kis fólia. Úgyhogy a mögöttem természetesen nincsen hely, tehát a hátsó ülések azok dísznek vannak, vagy csak azoknak kényelmes, akiknek mondjuk nincs lába, vagy feje. Úgyhogy ezzel szerintem össze is foglaltam azt, hogy mi az én bajom a modern kori testépítésnek. Azzal a jelenségével, amikor valaki nagyon szeretne izmos lenni, hogy hardcore-nak tűnjön, meg erősnek tűnjön, meg férfinek tűnjön, de közben, ha mondjuk megfájdul a kis torka, akkor egy hétig nem fog edzeni, vagy egy kicsit többet kell dolgozni a munkahelyén a kollégák szabadságolása, vagy beteg szabadsága esetén, és akkor már is nem mentem edzeni egy hétig, vagy elalszom a vállam, és jaj, fáj a vállam, a héten nem mentem edzeni, jaj, a kollégák szendvics kosarat hoztak be az irodába, el kellett baszni a diétámat, jaj, most összejövetel lesz a cégnél, hoztak sütit, bele kellett tennem. Az a nagy helyzet, hogy a testépítés az a háttérbe zajlik igazából. Nem az a testépítés, amit láttok az Instagramon, hogy hülye gyakorlatokat, szar végrehajtással, idióták edzését nézel, akik amúgy izmosak, és azt gondolod, hogy ettől a szartól lettek izmosak. Amitől valójában izmos leszel meg testépítő az én szememben, az a háttérmunka. Az, hogy 3 órás alvás után is felkelsz és megcsinálod a reggelidet, az, hogy utazol országok és városok között, és bármi van, betartod a kajádat, az, hogyha kell, akkor munka előtt hajnalban elmész kardiózni diétában, vagy este 11-kor nyomod le a kardiót munka után diétában, ha kell, vagy ha kell, ebédszünetben kardiózol a lépcsőházban lefelrohangálva. Mindenhol vannak fogyatékosok. És ez szerintem a testépítés, ettől vagy hardcore. Attól vagy hardcore, hogyha akármilyen sérülés történik veled, akkor is megoldod az edzést, vagy megoldod a testednek azon részének az edzését, ami nem sérült meg. Szerintem ettől vagy hardcore. És ez az autó pontosan azt reprezentálja nekem, milyen az az ember, aki nagyon szeretne testépítő lenni, nagyon szeretne izmos lenni,
de kurvára nem hajlandó beletenni a munkát. Ez az autó nagyon szeretne sportautó lenni, ez az autó nagyon-nagyon-nagyon szeretne egy agresszív sportkocsi lenni, de sajnos kurvára nem az. Az autó negatív 70 lóerő körülbelül, semmi ereje nincsen, viszont legalább van sportfokozat. A sportfokozat benyomása után az autóban piros világítás jelenik meg mindenhol, rendkívül agresszív megjelenése lesz és hangja, egyébként kifejezetten jó hangja lesz, azt aláírom, mármint ahhoz képest, hogy kb. 1 literes motor van benne, de ez csak a külcsíny, ez csak azt mutatja, hogy mit szeretne ez az autó, de azt nem mutatja, hogy valójában mit tud, mert ez az autó valójában semmit sem tud. Körülbelül 100 lóerő, de érződik 50-nek, nevetségesen rossz a gyorsulás, nevetségesen rossz a kormányzás, semmilyen vezetési élményt nem ad, semmilyen kapcsolatod nincsen az úttal, és nekem ez megtestesíti azokat a testépítőket, akik nyavajognak a háttérben, meg nyivákolnak, hogy ez fáj, az fáj, jaj, nem tudtam megoldani a kaját, jaj, nyaralni kell, nem tudom tartani a diétát, jaj, strandolni kell, menni félreettem, jaj, érettségi van, tanulni kell, nem tudok edzeni, jaj, a kollégák szabadságon vannak, többet kell dolgozni, nem tudok edzeni. Számomra ez a szánalom kategória, csak úgy, mint egy ilyen autó, ami iszonyatos összegekbe kerül, rendkívül jól néz ki, azt aláírom, de semmi teljesítmény és funkció nincs mögötte. Úgyhogy ezt egyébként, ezt a videót kétszer vettem fel, mert az első verzióban elmondtam a véleményemet a testépítésen belül egy olyan kategóriáról, ami maximálisan megtestesíti számomra a szánalmat, de ezt ebből a videóból most ki fogom hagyni. Szerintem akik olvasnak a sorok között, azok tudják, hogy milyen kategóriáról van szó, de ezt most kihagyom. Úgyhogy megyek egy kört az autóval, megmutatom nektek a félelmetes gyorsulását, és utána pedig nyomás edzeni, ugyanis egy közös edzésem lesz Nagy Sanyival, és a közös edzés után pedig meg fogjuk tartani a szemináriumot, amire szerencsére rengetegen bejelentkeztetek, de majd ezt is felveszem. Szóval nézzük, mit tud ez az autó. Szóval, ahogy mondtam, az autót betesszük sportfokozatba, amúgy, ahogy láthatjátok, halvány fogalmam sincs, hogy mi történik a kijelzőn, szóval egy előre kell húznom magam, de most vagyunk sportfokozatba, minden pirosra vált, rendkívül jó lesz az autónak a hangja, ezt egyébként szarkasztikusan mondtam, meg nem lesz az valójában, és most lehagyja ezt a brutális 100 lóerőnyi teljesítményt. És érkeztem, úgyhogy most leteszteljük az újonnan vásárolt airfryert. Ez egyébként ez a gép, ez az airfryer egy, azt hiszem egy 36 000 forint volt, ezt most vettem, szerintem annyi bőven megér. Van hozzá egy nagy sütőrész, kaptam hozzá még ilyen sütőfóliát is, és leteszteljük, hogy mit tud. Vettem a Tesco-ba ilyen grill disznóhúst, amit össze fogok keverni csirkemellel, és megnézzük, hogy mit tud ez az új eszköz. Én úgy gondolom, hogy nem létezik testépítés airfryer nélkül. Készül is a fehérje, ezt megmutatom. Egyelőre úgy tűnik, hogy egyszerű kezelni a dolgot. Nem annyira jó ez az airfryer, mint ami nekem van otthon Angliába, de itt tökéletesen megteszi erre a pár hétre. Ezúttal eljutottam arra a dologra, amit szerettem volna ezzel közölni veletek, hogy testépítőként mindegy, hogy mit csináltok, ha utaztok, ha nyaraltok, bárhova mentek,
mindig a legfontosabb dolog a fehérje megoldása. Szénhidráttal annyira nem érdemes foglalkozni, bármiből meg tudjátok oldani, de a fehérjét mindig meg kell oldani. Én ilyenkor viszem magammal a táplálékkiegészítőimet, viszem magammal a fehérjémet, és az első dolog a landolás után, vagy az érkezés után mindig a húsok megvásárlása. Most is ismét feltankoltam csirkehúsokból, csirkemellből, energiaitalokból. Most kiborítottam. De a lényeg az, hogy mindig a fehérjét kell elsőnek megoldani, mert az a legfontosabb, minden mást rendkívül könnyű bárhol gyakorlatilag megoldani. Úgy tűnik, hogy alakul a helyzet, az első adag hús kész is lett, tök jól néz ki, készen is vagyunk. Egyébként, mivel előre fűszerezett disznóhúst vásároltam, amit simán egész egyszerűen ugyanabban a dobozba összekeverek a csirkemellel, és ezért nem kell a csirkemell külön fűszerezésével foglalkoznom, egyszerűség a lényeg, úgyhogy a disznóhúson lévő fűszer szépen megadja az ízt a csirkének, és veszem szépen a kis ollómat. Én egyébként körülbelül 3 éve otthonról dolgozom, tehát ilyen dobozolás, meg ételek előre készítésével, lássuk be, azóta nem kell foglalkoznom, de hát, ahogy mondtam, utazás van, nyaralás van, úgyhogy vásároltam egy jó pár ilyen ételhordó dobozt is, ebben most szépen bevagdalom a húsokat, és akkor utána nincs kifogás arra, hogy szart kell enni nyaralás alatt. Na és akkor aztán belevágtam, rengeteget olvasgattam, rengeteget tanultam, munka mellett edzettem, de hát ez kurva nehéz volt összehozni, mert amúgy fizikai melót csináltam, tehát napi 11 óra. Egy ideke. Mehet próbálja a vállás. Megy a YouTube-ra. Tényleg? Persze. Persze hang nélkül. Na, sziasztok! Negyedik nap Magyarországon. Tegnap meg volt a szeminárium, és edzettem egy nagyon jót Sanyival előtte. Marha nagy élmény volt egyébként, szerintem tök jó volt, sokan eljöttetek, kicsit tovább is tartottuk, mint kellett volna, kicsit többet is beszéltem, mint kellett volna, úgyhogy akinek ez sok volt, attól elnézést kérek, nyilván dolgozni fogok ezen a dolgon, de sajnos ez van, ezt el kell fogadni, mindig is valószínűleg túl sokat fogok beszélni, de ennek ellenére szerintem rendkívül jó volt ez a szeminárium. Most másnap reggel van, és indulok Tiszaújvárosba edzést tartani és edzeni, és megmutatom nektek a pre-workout kajámat, ami 5 tojás, lecsós tojás, azt már mutattam nektek, hogy a Tesco-ból veszem hozzá ugye a kész lecsó alapot, és egy szép barnára pirított, az új airfryeremmel barnára pirított kenyér, és persze bemegy hozzá egy Monster, mert 4 napja vagyok Magyarországon, és ezzel a 4 nap alatt szerintem összesen nem aludtam 10 órát, úgyhogy útra fel! Nem, na ez nem igen. Meg nem is lenne biztonságos. Ez nagyon, nagyon kívánatlan lesz. Utolsó szem, egy szem. Ennyi van belőle. De az elhagyom, hogy jó, arra figyelj, hogy és nem kapkodunk. Levegő, bent tart, enged. Kinyom! Oké. Én levegő, bent tart. Oké. Én levegő, bent tart. Oké. Ugyanaz. Feszik meg a sár. Feszik. Jöhet. Nem állunk meg. 2 mély levegő. Nem sietünk. Megfeszít. Jöhet. Ugyanezt még egyszer. 2 mély levegő. Feszít. Jöhet. Oké, és jön egy utolsó 3 és 3 mély levegővel. Jön az első, második, harmadiknál megfeszít és beenged. Megfeszít, beenged. Ebből még egy. Ez az utolsó sütésem. Nem rigyál, megcsinálj. 2, harmadik, megfeszít, jöhet. Te visszasújt. Még nincs véget. Mehet tovább. Nézzel, mehet. Vissza. Vissza. Nem, nincs ilyen. Most van vége.
Erről ennyit. Nem is volt az. Akkor jött hozzám az egyik versenyző Angliába, csináltunk egy ilyen szettet. 10 percig nem tudott kiszállni, kiszállt, beszélült, mondta, hogy ennyi volt az edzés. Utolsó szettel adom is, jó? Akkor a vége van, hogy a kerültek. Ez a jó. Húgyuk. Húzatok. Ez a jó. Kocsanyú volt, hogy jó. Vajon húzatok. Mi? Kocsanyú lehet. Jó? Ne ízzek magad. Most jön az utolsó. Mély levegő. Nyomod meg. Jön az utolsó. Mély levegő. Húzatok. 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 Még. Húzom a gépet, és mozogjon a lábam egy bizonyos módon, hanem arra figyelsz, hogy ez itt nem mozdul el.
és magamat neki akarom húzni a párnának, akkor szó szerint láthatóan teljesen máshogy kezdve szelmozogni. Ezt te nem látod, hogy állandóan, teljesen máshogy kezd el mozogni a karodnak a lapusnál, és az az, amit mi akarunk, de erre figyelj, hogy a lehető legnagyobb erővel neki gyomjam a mellcsont párnának. Azt kell elképzelni, hogy ezt el akarod törni a lehetősödnál, és az lesz, hogy szóval nézzünk a lehetős. Meg egy ötismétlés tűnőzőre súlyok, tehát magadat húzod a géphez, úgy, hogy nyomod neki a lehetős párnának, most, ez az, az. Na, még három. Kettes. Ja, szeg. Jó lesz? Érzed a munkát? Aha. Hol? Érzed. Hol érzed? Jó, hogy itt? Nem, nem. Vagy itt? Nem. Még ötem volt nehéz harcoljon, egyetlen egyszer úgy használ az egész hátadat, nem használ ezt a részét, hanem csak főleg ezt. Nagyon esélye sincs, hogy akkor súlytunk, ha becsúsztál a partodra. Megint ugyanaz a feladat, neki nyomod a lábasoknál. Ez a hibá. Ez a jó. Nyomod neki. Úgy úgy. Nyomod neki. Az az. Húzod. Még a kettő. Nyomjad neki a lábasok. Úgy úgy. Utolsó. És lassan vissza. Lassan. Lassan. Vész még egyet? Hogy? Jobb lesz az, akinek 10 órája. Aki 12 órája, akkor az meg jobb lesz annál, aki 12 órája. Ez így és ezt levetíthetjük az egyes gyakorlatokra is. De ebből elvégzel 10 000 szetet egy évben, aki ezt a gyakorlatot hatékonyabban fogod tudni végezni, mint ezt. Hogyha ezt csak minden hónap egyszer csinálunk. Teljesen olyan, és ugyanaz. Nem, ez a sport nem különbözik a többitől ebben. Amit gyakrabban csinálsz, akkor egyre jó lesz. És azért, hogyha van egy gyakorlat, hogy ezt a részét terhelik, használod a hátnak, lehet, hogy ugyanazt a részét terhelik, az is, meg az is, meg az is, meg az is. De neked meg kell keresni, melyik az, amelyiket annyira szereted valami miatt, lehet, hogy csak azért, mert épp jobb helyen van, vagy jobb a fény alatt, vagy kevesebben van a külön, tehát mindegy. Valami miatt elkezdesz egy kicsit húzni valamelyik géphez. Jobban a géphez. Lehet, hogy korábban fogom rajta, lehet, hogy kényelmesebb az ülés, tök minden. Ha találsz egy ilyen, lehet, hogy mind ugyanazt csinálja, de akkor az a gép, ami neked szimpatikusabb, az gyakran akar akarni csinálni, és azt többet fogadni a fejlődéshez, mint az összes többi. Nem azért, mert jobb, hanem mert te jobban szereted. Nagyszerű. És aztán forduljál egy kínába, és már lehet is, és ne a lábújjad, de az ezt nem a sarkodat. Ennyi. Az a lényeg, hogy nyúljon, nyúljon, nyúljon. Azt érez, mint hogy aki ki akarja szakadni a sírni. Mindjött mostantól is megtart. Jó. Kény a hátra. Megtart. Jó. Harmadik. Második. Jön az utolsó. Jó. Köszöntöm. Mivel gyakorlatilag ez a negyedik napom Magyarországon, és a landolás óta semmi más nem ettem, csak húst, rizset és egy minimális kenyeret plusz tojást, ezért úgy gondoltam, hogy így 4 nap után megjutalmazom magam egy kis kajával, így este éjfélkor, gyakorlatilag éjfél van, úgyhogy ezzel zárom az első 4 napomat, de folytatni fogom. Elintéztem a lakcímemet és a személyigazolványomat, úgyhogy most már egy lépéssel Magyarországon vagyok, vagy az első lépéssel, és mivel a városháza az itt van a Debrecen plázával szembe, úgy gondoltam, hogy felugrom ide az emeletre, és kis nosztalgia sétakörútat teszek itt az emeleten, ahol régen dolgoztam egy pár évet egy táplálékkiegészítő boltba, itt a túloldalon, úgyhogy megyek egy kört, fél lábbal már Magyarországon.